Nem feltétlenül a költő számít, hanem a mondani valója ezeknek a verseknek. De vannak kedvenceim. És ilyen például József Attila, ilyen Petőfi Sándor, Nagy László, őket szeretem. És igazából mindig az történik, hogy leülök, elolvasom a verset, és ha megszületik a dal, akkor csak néhány perc, és ott van a dal. Nekem nehézségem az, hogy ha egy olyan verset olvasok, aminek nincsen meg, kiesik a ritmusból, vagy ritmus kép megváltozik, akkor ha nem születik meg benne az a zene, ami azt tudja kísérni, akkor általában nem zenésítem meg a verset. De hogyha a versben benne van egyfajta ritmus, ami rám belőle megindít egy zenét, akkor az megszületik viszonylag nagyon gyorsan. Tehát azt hiszem a leghosszabb ideig egy 20 percig írtam egy dalt. Tehát valójában úgy van, hogy a vers ritmusa határozza meg azt, hogy megindul bennem egyfajta zenei élmény ehhez a vershez. Igazából a versből indulok ki, és nem pedig a zenét rakom rá, hanem a vers kezdi el bennem elindítani a... Igazából a szív hangja, ha így lehet mondani, amit a vers elindít bennem. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg állva, nyikorgó kosárral ülében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, adja adagat ruhát másra, engem vigyem föl a padlásra. Csak ment, deregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen suhogva, s a ruhák fényesen suhogva, s a ruhák fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magosba. Ruhák fényesen suhogva, s a ruhák fényesen suhogva, s a ruhák fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magasba. Nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriású. Szürke haja ebben az égen, szürke haja ebben az égen, szürke haja ebben az égen, kékítőt old az ég vizében. Szürke haja ebben az égen, szürke haja ebben az égen, szürke haja ebben az égen, kékítőt old az ég vizében. Köszönöm szépen! A mama egy érdekes vers végigkísérte az életemet. Igazából ez a vers, József Attila egyébként is. A zene beleépült ebbe a versbe, azt éreztem. Tehát fel tudtam építeni ezáltal azt a fajta bizonyos helyeket ki lehetett emelni belőle ismétlésekkel. A fájdalmat, a költőnek az egyedül létét, az édesanyjának a hétköznapjait
ki lehetett emelni azáltal, hogy ismételtem bizonyos dolgokat benne, és azt a kilátástalan, fáradtságos munkát, amit az édesanyjának minden nap tennie kellett. És hogy mellette ott volt a kisfia, akivel nem tudott foglalkozni. És ez a két dolog az, ami gyakorlatilag egy olyan állapotot tud teremteni szülői és gyermeki kapcsolatban, ami nagyon, nagyon bonyolult, mert ott szeretne lenni az ember, nem tud. És a vers nagyon-nagyon kihozza ezt a fájdalmat, és persze az elvesztés, az elmúlás is benne van ebben a versben, és engem ez nagyon meghat ez a szituáció ebben a versben.